Köszöntöm a nézőket! A köztájékoztatási és média törvény tervezete ellen egységesen tiltakoznak a nemzeti tanácsok. Ma a Magyar Nemzeti Tanács észrevételeiről, álláspontjáról kérdezzük Simon Erzsébet Zitát, az MNT tájékoztatási tanácsosát. Köszöntöm a Szubjektív műsorában! Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget. Többször több fórumon már elhangzott, hogy a VMS szerint a jelenlegi médiatörvény tervezetében semmivel sem biztosítják a kisebbségi nyelvű tömegtájékoztatás jelenlegi szintjének a megmaradását. Úgy látják, hogy teljes egészében elfogadhatatlan ez a tervezet? Igen, ezt nem egyszer hangsúlyoztuk. Megfogalmaztuk, leírtuk, és a Nemzeti Tanács, mint olyan, a Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága, továbbá a szerbiai parlament magyar képviselői, a VMS képviselői is kimondták ugyanezt az álláspontot, hogy a törvény ilyen formában teljes egészében elfogadhatatlan. Annyi helyen kellene változtatni, módosítani, hogy azt egyszerűen lehetetlen utána már ugyanennek a szövegnek nevezni. Tehát úgy látjuk jónak, hogy teljes egészében elvetjük, elutasítjuk, és az elfogadása ellen foglalunk állást, mert azon a néhány fontos ponton, kérdéskörön ellenkezik érdekeinkkel és jogaink csorbításával fenyeget, de számos más kisebb módosítani való is akadna benne. Úgyhogy az lenne a legjobb, hogyha teljesen újraírnák, egyben a törvény megszövegezése során a szakértőket, az érintetteket is bekapcsolnák a munkába, nem kevésbé a kisebbségek, a nemzeti közösségek képviselőit és a kisebbségi médiumok képviselőit is. Márciusban közvitára került, ez már azóta le is zárult. Mikor kerülhet a parlament elé? Azt a törvényírók tudják, ez puszta jóslás lehetne. Tényleg nem tudjuk megjósolni, hogy mikor kerülhet. Reméljük, ilyen formában soha nem kerül a parlament elé. Mert miért? Elsősorban egyáltalán nem rendezi a média pénzelési rendszerét, illetve fölborítja a mostanit, és ellehetetleníti a médiumok túlélését, továbbfejlődését, egyáltalán működését. Megszünteti, ugyanis egy szóval sem említi a törvénytervezet a normatív támogatási rendszert, amelyben most részesülnek az állami tulajdonban lévő médiumok köztársasági, tartományi és önkormányzati szinten is. Hogyha megszűnik a normatív támogatási rendszer, a magyar médiumokat illetően elsősorban a magyar szó léte forog majd kockán, és a hét nap heti lapi. Továbbá a kötelezőnek nyilvánított privatizálás, amelyet nem először emlegetnek, de újra időszerűsítették ezt a témát határidővel együtt. A kisebbségi nyelven tájékoztató médiumok elhalása, megszűnése felé vezetne szinte biztosan. Hiszen nem egy példa van arra, hogy a privatizált médiumban, ha nem is azonnal, de idővel teljesen elsorvad és megszűnik a kisebbségi nyelvű tájékoztatás. Azért, mert kevés a pénz, azért, mert a kisebbségi tájékoztatás nem egy gazdasági kategória, a piacról, reklámból alig ha tud megélni, hiszen Szerbia piaca is kicsi és szegény, hát még vajdasági, hát még a kisebbségi médiapiac, az oly kevés potenciállal rendelkezik, hogy szinte szóra sem érdemes, és senkit se szabad arra ítélni, hogy a piacról próbáljon megélni média értelemben. A kötelező privatizálás, hogy konkrét példát is mondjak, a magyar médiumok rendszerében, esetében elsősorban a Szabadkai Rádiót, a Topolyai
Régió Rádiót és a Topolyai Köztájékoztatási Vállalat keretében működő helyi televíziót és valamennyi önkormányzati médiumot, rádiót és televíziót ugyancsak megszűnéssel fenyegetne, már azokból az okokból, amelyeket példaként említettem. Egy tulajdonos nem biztos, hogy megtalálja érdekét abban, hogy föntartsa ilyen szinten a kisebbségi tájékoztatást, illetve médiumot, és egy-kettőre valami mássá alakítja át. Ha meg is tartja a nemzetiségi nyelvű műsorszórást vagy tartalomkészítést, alig ha hihető, hogy az tájékoztatás, köztájékoztatás lesz, hiszen az tudjuk, hogy nem annyira népszerű, vannak sokkal népszerűbb formák is, amelyekből esetleg pénzhez is lehet jutni. Ezek tehát a legfontosabb kifogásaink. Továbbá az is, hogyha pályázati, projektalapú támogatási rendszerről is beszél ír a törvényhozó, amelyben azt írja, hogy egy bizonyos keretösszeget kötelez előírni. Állami, köztársasági, tehát tartományi és önkormányzati szinten is a hatalom a tájékoztatás részére. Ennek a bizonyos meghatározott összegnek 90%-át műsorgyártási projektumokra köteles kiosztani, odaítélni, amelyekért egyenrangúan pályázhat minden médium. 5%-át fenntarthatja rendkívüli alkalmakra, szükségletekre és pályázat nélkül tudja folyósítani, és marad egy 5% a 100-ig, amely valószínűleg arra vonatkozik, hogyha én jól értem a törvény szakaszokból, hogy a kisebbségi anyanyelvű tájékoztatási jogok megvalósítására lehet szánni, biztosítani. Tehát szerintem ez az az 5% valójában, amely összegért a nemzeti kisebbségek médiumai versenyezhetnek ugyancsak projektumaikkal pályázat útján. Pályázati rendszerben egy háromtagú bizottság fogja majd bírálni a beérkezett projektumokat. Kérdés az, hogy milyen szakemberekből fog összetevődni, fölállni ez a bizottság, és kérdés, hogy vajon mennyire lesz objektív az ítélkezése és a felmérése, kinek ítélje oda a kért összeget, vagy lesz-e egyáltalán elegendő pénz az alapban, a tájékoztatásra tervezett alapban, hogy minden befutó projektumot ki tudjanak pénzelni, és ezzel biztosíthassák a fönnmaradásukat. Ha nem, akkor egyértelmű, hogy ezen a ponton már az alkotmánnyal is ellentétbe kerül a törvény, illetve az abból következő állapot, mert egyértelműen csorbulnak a szerzett jogok, az anyanyelvű tájékoztatásra való jog, melyet az alkotmány szavatol, és kimondja azt is, hogy a szerzett emberi és kisebbségi jogok nem csökkenthetők. Igen, itt ugye azt is mondják, hogy akkor esetleg ilyenkor az önkormányzatok régebben, ahogy beugrottak, hogy most is valami szinten, tehát a saját lakosainak a tájékoztatására valahogy meg kellene, hogy oldja, hogy valami módon pénzt szerezzen erre. De hát azért magyar nyelven is sok médium van. Igen. Sok médium van. Erről olvastam éppen tanulmányokat a napokban, a hetekben. Rengeteg médium van. Szerbiában mintegy 1000 működőképes médiumot tartanak nyilván. És nagyon érdekes az az adat, hogy ez az 1000 között a Magyar Nemzeti Tanácsban hát évek óta készülő, és már jó ideje azt mondom, hogy most már lassan összeálló médiatárban, vagy médiakataszterben, az este számoltam össze,
130 médiumot tudok nyilvántartani. 130 médium, annyi adatait gyűjtöttük már egy táblázatba, amely egész falat kitenne, hiszen rengeteg, hadd mutassam itt meg, ez csak az első oldalnak a csíkja, ez egy oszlopsor, de így jobbra sorakozik még rengeteg, amely a vajdasági magyar médiumok adatait tartalmazza. Tehát ebből a hosszú meséből annyi csak röviden, hogy a kérdésére a válasz igen, nagyon sok médiumunk van. De ez a nagyon sok médium arra jó, hogy nagyon sok helyre el tud jutni a magyar szó, a magyar információ, habár sajnos mindennek ellenére nem jut el minden magyar emberhez, mert különböző okai vannak ennek, teljesen különféle. A magyar szó se tud eljutni minden olvasóhoz, mert nehézkes a szállítás, nehézkes a disztribúció, és anyagi okai is vannak. Nem lehet annyi újságot nyomni, hogy bőséggel el tudjuk halmozni Vajdaság egész területét, hogy minden helyen a lakosok épp aznap annyit vegyenek meg, amennyit kívánnak, szándékoznak, a többit meg visszavisszük haza. A sok médium mégis fönntartható, és valamennyi működőképes maradhat, ezt állítottuk, amikor a Vajdasági Magyar Média Stratégiát is írtuk. Ehhez szorosabb együttműködésre, elsősorban összefogásra van szükség, és szorosabb együttműködésre annak érdekében, hogy a rendelkezésünkre álló kapacitásokat valahogy úgy osszuk el egymás között, illetve a médiumok úgy osszák el egymás között, hogy arányosabb legyen a műsor készítés, a műsor szórás, és a kapacitások kihasználása is racionálisabb legyen. De ez a törvénytervezet szerint semmiféleképpen nem maradhatnának meg ekkora számban. Mert mondjuk ugye, hogy sok van, de hát nagyon sokszor úgy tűnik, hogy mégis kevés. Igen, attól tartunk, hogy ez a törvénytervezet nyomán nem tudnak fönnmaradni, mert mint mondtam már a pénzelési rendszert, ahogy elképzelték, félő, hogy az úgy nem tudja biztosítani, vagy olyan módon nem lehet biztosítani az anyagi eszközöket valamennyi médium fönnmaradására. Hiszen a működésre és a folyó költségek fedezésére sehol sincsen biztosítva forrás. Az egy dolog, hogy a kereskedelmi médiumoknak maguknak kell megkeresniük arra működésükre a pénzt, de az is köztudott, hogy egy kisebbségi rádió egyszerűen, vagy egy kisebbségi televízió, akár a Pannon RTV is egyszerűen nem tudja hol megkeresni a működéséhez szükséges pénzt, főleg egy televízió, amely a legdrágább médium és a legtöbb anyagi támogatást igényli. Ugye a médiatörvénytervezet egyik újdonsága az is lenne, hogy a nemzeti tanácsok nem tehetnének alapítói a médiának, hanem közbeiktatnának egy alapítványt. Ezt hogyan képzelték el, vagy mi ezzel egyáltalán a cél? Mit oldanak meg ezzel? A törvényírók alapvető törekvése az, hogy az állam minden szinten teljesen kivonuljon a médiából. Tehát se média alapító, se média támogató, se média pénzelő ne lehessen közvetlenül, de még közvetve sem, amennyire csak lehet. Ugye maradnak csak a szerbiai rádió ugyanis, és a vajdasági igen, rádió csak a televízió. Két közszolgálati, persze. Csak ezt tartanák meg, igen. Mert az az elképzelés, hogy ennek köszönhetően akkor megszűnik minden politikai és egyéb más befolyás és nyomás a médiumokra, amivel vádolják folyamatosan a politikai köröket, a nemzeti tanácsokat is, elsősorban a Magyar Nemzeti Tanácsot. Nagyon tévesen. És ezért a törvénytervezetben azt írják, hogy a nemzeti tanácsok esetleg közvetve lehetnek média tulajdonosok, média alapítók egy alapítványon keresztül, mint ahogyan a Nemzeti Tanács társalapítója tulajdonképpen a Pannon
alapítványnak, amely működteti a Pannon Rádiót és a Pannon Televíziót. Tehát nem ismeretlen ez a megoldás. Tehát akkor ez ilyen formában működhetne? Hát elméletileg, ahogy igen, a törvényből ez következik, hogy ilyen alapon működhet. De azt szeretném még elmondani, az előbb említettem, hogy mint egy 130 médiumot tudunk nyilvántartani, fölismerni magyar nyelven tájékoztató médiumot Vajdaságban. Ez a 130 közül a Magyar Nemzeti Tanács kettőnek az alapítója. Ez a Magyar Szó és a Hét Nap. És még kettőnek a társalapítója, tehát egy a sok közül, ez pedig a Pannon Alapítvány és a Mozaik Alapítvány, amelyek keretében működik a Pannon Rádió és Televízió, illetve a Mozaik Televízió. Akkor nem értem, hogy hogy lehet azt állítani, hogy a Magyar Nemzeti Tanács megengedhetetlenül nagyon befolyásolja a vajdasági magyar médiát. De ugye a médiának is, tehát bármely másnak az igazgatóbizottságokban, tehát ott, oda is pártembereket tesznek be nem egyszer, tehát valami szinten ott is érződik a pártok hatása. Persze. A mindenféle hatások érezhetők mindenütt, és emberek vagyunk, emberek dolgoznak, embereket választanak az igazgatóbizottságokban, mindenki a saját belátása szerint próbál, igyekszik hatni a többiekre, arra a munkakörre, amelyre választották, arra a hatáskörre, amellyel megbízták, hogy az elképzelései szerint az a lehető legjobban működjön. Ebben nincsen semmi rossz. De hogyha az egyik embercsoport és a másik embercsoport érdekei homlokegyenest ütköznek, illetve mások, akkor mind a kettő kifogásolja egymás tevékenységét és egymás vélt vagy valós befolyását, ráhatását. A Magyar Szóban, a Hét Napban, a Pannonban, illetve a Pannoniában, a Mozaikban, igen, van igazgatóbizottság, illetve igazgatóbizottsági feladatköröket ellátó más elnevezéssel működő testület. Azt is elmondhatom, hogy valamennyi testületben elenyésző a Magyar Nemzeti Tanács tagjainak a száma. Vagy van egy, vagy kettő, vagy nincsen egy se, akár például a Hét Napban. Tehát itt se látom azt a befolyásolási veszélyt, amely valami rossz elnyomással, ráhatással, befolyással veszélyeztetni az adott médiumnak a tevékenységét. A Pannonban van valami ártalmas jelenségnek a jele annak folytán, hogy a Magyar Nemzeti Tanács egy a több alapító között? Tudtommal nincsen. Sőt, mi több, pozitív hatása van csak annak, hiszen a Magyar Nemzeti Tanács az általa alapított és társalapított médiumok számára igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy biztosítsa fönnmaradásukat, enyhítse gondjaikat, pénzügyi problémáikat, és fejlődésükről is gondoskodni tudjon. Műszaki, pénzügyi, személyzeti témakörben, vonatkozásban egyaránt. Annyi észrevétel és tiltakozás volt már ez a média törvénytervezete kapcsán. Ön szerint végigvihető ez? Mármint mi? Tehát, hogy elfogadhatják? Szerintem, olvasom most itt a képernyőn a műsor címét, és ez, hogy szubjektív, már a műsor előtt is indítványoztam egy dialógust kettőnk között erre a témára, hogy vajon mi is a műsor célja, mondani valója és beállítottsága. És ha már olvasom ezt a címet, akkor magamra veszem a kérdést, és teljesen szubjektív módon válaszolok rá. Szerintem teljes egészében elképzelhető, hogy végigviszik ezt a törvényt és elfogadják mindennek ellenére, minden hozzászólás ellenére, hiszen itt Szerbiában jó pár évre visszamenőleg, de manapság is történnek olyan meglepő dolgok, amelyekről a józan eszű ember el se tudja képzelni, hogy egyáltalán lehetséges. Mégis bekövetkezik. Ha véletlenül mégis megtörténik, mi lehetne itt a megoldás? Tehát már említettük ugye a Pannon esetét, ez egy megoldási modell lehetne, csak hát ez ugye nem minden médiára lehetne, tehát nem tudna mindegyik megmaradni.
Igen. De alkalmazni lehetne ezt a modellt. Azért szerintem, hagyd módosítsak, teljesen ilyen formában ezt a törvénytervezetet, hiszem, azt nem emelnék törvényerejűre, igen, hanem egyik-másik kifogást, módosítási javaslatot vagy módosítást beiktatnák, és hát így keltve azt a látszatot, hogy eleget tettek a hozzászólásoknak és az érdekelt feleknek. De ha nagyjából marad így, mármint nagy vonalakban ezek a generális megoldások, akkor igen, lehet az egy megoldás, akár a Pannon esetében, hogy a Nemzeti Tanács ilyen formában karoljon föl még más médiumokat. Az köztudott, hogy kezdeményeztük, illetve kezdeményezték Topolyáról a köztájékoztatási vállalat alapítási jogainak átruházását a Magyar Nemzeti Tanácsra részben. Ugyanúgy van egy kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy a Szabadkai Rádió társalapítási jogát is átvegye a Magyar Nemzeti Tanács, és esetleg más ilyen önkormányzati pusztulásra ítélt médiumot, rádiót, televíziót, hiszen zömmel azokról van szó, a nyomtatott sajtó, ezt most csak zárójelben egy kis kitérőként fűzzem hozzá, a nyomtatott sajtó zömmel magánkézben egyesületek, civil szervezetek alapítványában működik Vajdaságban. Tehát az elektronikus médiumokat, azokat, amelyek halálra lennének ítélve a törvény folytán, a kötelező privatizálás folytán, esetleg felkarolhatnánk oly módon, hogy társalapítói vagy alapítói jogokat vállal a Magyar Nemzeti Tanács ott, hogyha ezt a törvény lehetővé teszi. Mert hiszen ebben a törvénytervezetben ez nincsen előrelátva. A kötelező privatizálásról beszél a törvénytervezet, és nem jelöl ki egy olyan határidőt vagy átmeneti időszakot, amelyben a privatizálandó médiumokat esetleg valami más módon megpróbálja valaki fenntartani, átalakítani, biztosítani a meglétét. Igen, mert hát tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, kivásárolna meg egy kisebbségi médiát. Honnan tudja valakit, az lehet, hogy éppen vonz és megvesz. Van ebbe. Hiszen volt erre példa, nem teljesen kisebbségi, de vegyes médiumot, vagy ha jól tudom, teljesen román nyelven működő médiumot vett meg magánszemély, azután vegyes médiumot, lásd Szent Tamási Rádió, vett meg magánszemély. De ugyanúgy, ha az ember követi éveken át annak a működését, sorsát és az ott dolgozók sorsát, akkor leszűrheti a következtetéseket, amelyek sajnos nem pozitívak. Még egy helyen gondolom, hogy módosítás biztosan bekövetkezik a média törvénytervezetben, az pedig a nemzeti tanácsok észrevétele folytán, hogy ne felejtsék el beiktatni azt a szerzett jogot, melyet a nemzeti tanácsok megkaptak már, hogy részt vehessenek a projektalapú támogatási folyamatban, hiszen a pályázatokat, melyeket a nemzeti közösségek médiumait működtetők küldenek be az önkormányzatokba, a tartományi titkárságra, amely illetékes ezen a területen, vagy az illetékes köztársasági minisztériumba, azok megküldik a nemzeti tanácsoknak véleményezésre. Egyre természetszerűbben és egyre több helyről, egyre gyakrabban kapjuk ezt, és várják a nemzeti tanácsoktól a véleményt, a javaslatot arra vonatkozóan, hogy szerintük a pályázatok közül melyek érdemesek támogatásra, ilyen, illetve milyen szinten, vagy milyen rangsorban. Végül csak nyugtasson meg bennünket, hogy nem csorbulnak majd a kisebbségek szerzett jogai az anyanyelvű tájékoztatásra. Mindent megteszünk annak érdekében. Remélem, hogy maguk a médiumok, remélem, hogy maga az újságíró társadalom is felemeli hangját ennek érdekében, saját érdekében, igen, a vajdasági magyar közösség médiumai érdekében,
és a vajdasági magyarok szerzett joga érdekében, mármint az anyanyelvű tájékoztatásra való jogának az ilyen szinten való megtartása érdekében. Csak összefogással tudunk elérni eredményt. A Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselői már vállalták ezt a feladatot, és aktívan részt vesznek benne, mi valamennyien szintén, akik tenni tudunk. Gondolom az újságírók is maguk tehetnek saját érdekükben sok mindent ezen a téren. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. A nézőknek, azt hiszem az elején, hallgatókat köszöntöttem. Köszönjük az önök figyelmét, és viszontlátásra!